Kedves úr, nagy szeretettel köszöntök mindenkit, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívást, és részt vesznek a 2017 évi közmeghallgatáson, amely szó helyett én a falugyűlést inkább referálom, mert ez a köz, meg a hallgatás helyett a falugyűlést sokkal jobban szeretem. Jogszabályok a közmeghallgatást írják elő. Hát ez a közmeghallgatás, ez a lakóközösség és az önkormányzásnak egy közvetlen fóruma. Ezt az önkormányzati igazgatásban több mint két évtizede, 1990 óta van jelen, és ahogy ezt önök is tudják, megtartását törvény írja elő. Azonban számomra nem azért fontos, és nem azért ragaszkodunk hozzá, mert kötelező, hanem azért, mert ez a falugyűlés ez egyben lehetőség is. Lehetőség az önkormányzat számára, hogy az elmúlt időszak eseményeinek, jövőbeni terveinek beszámolásáról, másrészt lehetőség a lakosság számára az elvégzett munkának a minősítésére, építő jellegű kritika megfogalmazására, fejlesztési javaslatok, kérdések, kérések megfogalmazására. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 12. alkalommal adhatok számot az elvégzett munkáról és a fejlesztési elképzelésekről. Minden alkalommal igyekeztem a beszámoláson túl egy kicsit többet mondani, amivel jobban megérthető önkormányzatunk működése. Ismertettem már a költségvetés szerkezetét, biztos minden súri tudja már, milyen bevételei vannak, meg milyen kiadásai az önkormányzatnak. Összehasonlítottam súr önkormányzatának iparűzési adó bevételét más településekével. Készítettem kérdőíves felmérést lakossági fejlesztési javaslatokról. Sokat emlegettem egy bizonyos Kisbékát is, önkormányzatunkhoz hasonlítva, aki a szorult helyzetben, a teljes üvegbe esve nem esett kétségbe, hanem küzdése árán a tejet vallják köpülve megmenekült. Mindig mondtam, hogy a Kisbéka példájából erőt merítve szeretném Súr települést is a szorult helyzetből kivezetni. Remélem, hogy a szorgos, kitartó munka eredményeként ez a tej már kezd sűrűsödni. Ez bizonyíthatja, hogy az elmúlt évek munkája eredményeként az utóbbi két évben számos elismerést vehettem át. 2016-ban az év települése díjat a Virágos Magyarország környezetszépítő versenyben. Idén a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége Territória díját az innovatív közösségfejlesztési munkáért, valamint a Belügyminisztérium elismerő oklevelét a közfoglalkoztatási eredményekért. Az egyik díjátadó alkalmával odajött hozzám egy polgármester kolléga, aki sikerünk titkára volt kíváncsi, és névjegykártyáját átnyújtva kérte, hogy küldje már el neki sikerünk receptjét. Vadlibák példájával tudtam szemléltetni sikerünk titkát, ugyanis a vadlibákról az első tény. A vadlibák csoportosan V alakban szállnak. Repülés közben mozgatják szárnyukat, és a levegő felhajtó ereje fenntartja a következő libákat. Így lehetséges, hogy 75%-kal hosszabb távolságot tudnak megtenni, mintha csak egyetlen pár repülne. Ebből a tanulság, ha egymás segítve dolgozunk, és közösségi szellemben végezzük a munkánkat, sokkal gyorsabban érjük el céljainkat. Egy másik tény a vadlibákról. Ha egy vadliba kirepül a sorból, és egyedül próbál célhoz érni, azonnal lelassul, mert nem segíti őt többé a levegő emelő hatása, amelyet a többi vadliba szárnycsapásai biztosítanak számára. Így gyorsan visszarepül a sorba, hogy repülése könnyebbé váljon a társai erőfeszítése által. Ebből a tanulság, ha annyi eszünk van, mint egy kanadai vadlibának, akkor együtt dolgozunk a közösséggel, a közös cél érdekében. A harmadik tény. Amikor a vezető liba elfárad, egy másik veszi át a helyét az élen. Én még nem fáradtam el. A közösségben el kell fogadnunk egymásra utaltságunkat, és a megfelelő pillanatban átadni vagy átvenni a munkát épp úgy, mint a vezetést. A negyedik tény. Repülés közben a hátsó vadlibák hangosan gágognak, hogy az elsőket erőfeszítéseiben biztassák. A tanulság. A közösség nem létezhet szurkolók nélkül, és fontos, hogy az a gágogás az biztató legyen. Ötödik tény. Ha egy vadliba megbetegszik, két társa leszáll vele, és addig együtt maradnak, míg meggyógyul vagy elpusztul. A libák ezután visszatérnek a saját közösségükhöz,
vagy hármasban, vagy már csak kettesben. Olykor egy másik közösséggel repülnek, míg el nem érik a sajátjukat. Ebből a tanulság, ha annyi együttérzés lenne bennünk, mint a vadlibákban, átsegítenénk egymást a nehéz időkön, ahogyan ezt ők is teszik. Kedves súriak! A vadlibák példája mutatja, hogy a közösség sokkal több, mint egy emberi gyülekezet, hiszen a jó közösséget az egységéről ismerni meg. Az egységben pedig összeadódik a tagok ereje, és bámulatos dolgokra teszi képessé a közösséget. Nyilván a vadlibák nem ismerik a fizika törvényszerűségeit, cselekedeteiket ösztönök vezérlik. Úgy gondolom, hogy mi súriak is így vagyunk ezzel, ösztöneinkben van a közösséghez tartozás szükségszerűsége, az összetartozás képessége. És köszönöm önöknek, mindannyiunknak, hogy együtt repülhetünk. Most pedig Magyarország legszebb fekvésű településén továbbra is maradjunk a tényeknél. Leszállva a földre, vegyük számba, mi is történt az elmúlt egy évben. Erről egy kis videó összeállítást is készítettem, ezek a képek közben itt mennének, és lehet, hogy éppen elkerülöm a képeket, de egy év munkáját 13 perc, 14 másodpercben sikerült összesűrítenem. Elkészült a Súri patak mederkotrása 1100 méter hosszúságban, ez a Kokastanyai hídtól a Petőfi utcai levezető útig, hogy mondtam, a Sztanó Istvánig történt meg ennek a mederkotrása. Hát 2006-ban lettem polgármester, azóta szerettem volna ezt a munkát elvégeztetni, hiszen nagyon sok lakossági bejelentés volt, több mint 10 évet kellett rá várni, így őről a bürokrácia, meg minden egyéb dolog, de Istennek hála, sikerült ezt a munkát elvégezni, és bízom benne, hogy az elkövetkezendő években a talajvíz ennek megfelelően még jobban lehúzódik, és használhatóak lesznek a kertek, az ingatlanok állaga továbbra is megőrzésre kerülhet. Külterületi utakat tettünk járhatóvá, állítottunk helyre. Akai utca folytatásában a Horgásztó felé vezető útszakaszt. Ezt már a tavalyi évben elkezdtük, az idén is folytattuk ennek a munkáját. A Széchenyi utca folytatásában a Malom felé levezető utat, amit meg is kellett vásárolni, mert nem önkormányzati út volt. Az utca végeket összekötő utakat burváztuk. Megkezdtük a Szentkuti út helyreállítását is. Ezek a képek láthatóak éppen. Ilyen csapadékos időjárási körülmények között is járható. Hát az eredménye az a golfautómon látszik, hogy lehet menni, de hát azért sárosak leszünk. Jövőre remélem, hogy ebben is tudunk még nagyobb előrelépést tenni. A Balatonalmádi nyaraló épületének felújítási munkálatait is folytattuk az idei évben. Felújítottuk az összes helyiséget, a festési munkálatokat végeztük el, 5 darab fürdőszobát, 1 darab előszobát, laminálpadló fektetése megtörtént 2 szobában, és az udvar karbantartási munkáit is végeztük. Megvárom, mert akkor még gyorsabb vagyok mindig. Igen, most érünk Balatonalmádihoz, előtte volt ugye a nyaraló, vagy a nyaraló, hát a buszmegállóban nem nyaralunk, buszmegálló épület felújítása. Nagyon bízom benne, hogy, és fő cél, hogy a jövő évben már tényleg használni tudjuk ezt az épületet, már bútorozások is megtörténtek, a konyhabútor beszerelésre került, és a többi szobabútora is lapokban már ott van. Ezúton is jelzem, hogy azért bútorokat még a helyi lakosság köréből is elfogadunk, szakszerű kivitelezések is történtek. És hát a takarítás, mint már ennyi fontos feladat, téliesítési munkálatok is elvégzésre kerültek, a konyha bútor, a helyi súri bútorüzemből. Virágosítottuk a közterületeinket, 320 tőrózsát sikerült az idejében elültetni, 150 tő levendulát, rengeteg egynyári virágot, amit ezúton is köszönünk a Pavlicki kertészetnek, 30 fajta különleges növényt és 70 egyede került kiültetésre. Nagy célunk, hogy legyen a település idővel egy arborétum falu, ezek még kis palánták és ezek a növények is láthatók. Közterület fenntartásra sikerült eszközöket is beszereznünk pályázati úton, ágvágókat, fűkaszákat, nagy teljesítményű motorfűrészt. Árpád utcában a katolikus templom melletti területen elkészült egy gyeprácsos
csapadékvíz elvezető rész, ami megvédi az útnak a útpatka kimosódását, valamint parkolóként is szolgál. És elbontásra került szintén az Árpád utcában egy bedőlt árok szakasz, a helyére betonszegély került, és hát ideiglenesen murvázása történt meg. A rendezvénytéren függőhidat készítettünk, és egy drótkötél csúszda is kivitelezésre került. Csatkai utcában 220 méter hosszúságban készült gyeprácsos csapadékvíz elvezető, amely egyben megakadályozza az útpatka kimosódását is. És mindig visszatérő probléma volt, hogy a lefolyó vizek kimosták az útszélét, és mindig vissza kellett hordani, tologatni a földet, hogy ne az úttest károsodjon. Ezzel ezt védtük. A védőnői rendelő kerítését is festettük. A pipitéri játékok, óvodai játékok, rendezvénytéri játékok és padok, a labdarúgópálya korlátja, a szabadságtéri utcabútorok is festésre kerültek. Ezekben a munkálatokban az idei évben 12 fő nyári diákmunkás is részt vett, és az ő munkájukat is dicsérik ezek a festési munkák. Tabernics utcai képek láthatók, ahol a közfoglalkoztatotti program keretében 300 méter hosszú szakaszon került a korábbi földárok megszüntetésre és mederelemekkel történő burkolásra. Aztán felújításra került a Deák utcai feszület is. 2017. augusztusában a kerékpárral hét határon át pályázati program támogatásával kerékpártúrát szerveztünk a szlovákiai Hecsúr településre, 45 fő pedig buszos kirándulás keretében ismerhette meg lendő testvértelepülésünket. Itt a kerékpáros túra résztvevői, legkisebbek, nagyobbak. Nagy élmény volt mindannyiunknak, és hát mi egy gyümölcsöző kapcsolatra tehetünk szert kulturális téren, és hát pályázatok is lehetőséget rejtenek magában. Magyarország legszebb fekvési településén a turisztikai vonzerő további fejlesztése érdekében is tettünk lépéseket. Lombkorona sétányt és erdei pihenőparkot készítettünk az urasági szőlőben. Helyreállítottuk a görbedülőben lévő gémes kutat. Meg elkészült településünk első szállodája is, ez egy rovar szálloda, ami az urasági szőlő melletti túra útvonal mentén nézhető, tekinthető meg, tehát már szállásaink is van, idegenforgalmi adónk még nincs. 9 darab túraútvonal kitáblázása folyamatban van, összesen 53 km hosszúságban. És egy turisztikai látványtérképet is készült településünkről, ezt elektronikus úton is terjesszük, és ebből 15 darab került legyártásra ebből a térképből, ami kihelyezésre került a közterületeinken. Nagy népszerűségnek örvend nem csak az átadáskor, hanem azóta is sokan látogatják a lombkorona sétányt. Megadtuk a módját az avatásának is. Túratábláknak a faanyaga, ezzel is nagyon sokat dolgoztak a közhasznú dolgozóink. Tudom, hogy egy esztétikus kivitelre került sor. Remélem, hogy időtálló lesz. Hát itt a rovarszállodának a váza, ez mind környezetórán, vagy akár családilag elsétálva is hasznos információkat szerezhetnek a gyerekek a növény- és állatvilágról, amit körbevesz bennünket. A polgármester úr minőségi ellenőri feladatokban is feltűnik, mint mindenhol. És itt láthatók azok a táblák, ami körtúrában végigvezetik a turistákat a településen. Térfigyelő kamerarendszer is bővítésre került. Új kamerák kerültek kihelyezésre a Szabadság térre, az Akai Béke utca kereszteződésében, Csatkai utcában a rendezvénytérre, Árpád utca, Kossuth utcai kereszteződésében és a Művelődési háznak a belső udvarába is. Jelenleg már 17 kamera figyel a területre. Folyamatban lévő munkák, az Attila utca helyreállítása. Itt 20 méter árok, 270 méter út és 540 méter útszegélykő kerül kihelyezésre. Elkészült munkaerről átléptem én is a papíromban, a Hársfa utcában egy napelemes közvilágítása lámpa került felállításra. Itt a légkábeles
kivitelezést se szemben egy költséghatékonyabb kivitelezés volt, illetve az üzemeltetés is nyilván a napelemes lámpánál gazdaságosabb. Tehát az Attila utca helyreállítása van jelenleg folyamatban. Itt, hogy mondtam, 270 méter hosszúságban kerül új aszfaltburkolat kivitelezésre. A Damjanics utcában a felső szervíz út szakaszán 230 méteren kerül árok kivitelezésre. Az árok munkálatok be is fejeződtek a mai nappal. Folytatódik jövő héten a járdaépítés, és az útburkolat helyreállítására is még az idei évben kerülhet sor. A Honvéd utcában 220 méter útburkolat kerül felújításra, itt 70 méter árok került már kivitelezésre, és 150 méter útszegélykő kerül beépítésre. Jövő héten kezdődik az útszegélykőépítés, és hát ha azzal elkészültek, akkor azt követően az aszfaltozás. A Mező utcában pedig 100 méter útburkolat kerülhet felújításra. Talán nem kiabálom el, hogyha sok ígéret utána, hogy a kisbírótól is megkaptam a születi felvonuláson, most nem a télapó fogja hozni, hanem majd a Jézuska ezeket az utakat. Az a terv és az ígéret, hogy a munkások úgy haladnak a munkálatokkal, hogy a december 11-i héten, és hát az időjárás nézve most itt igyezget bennünket a hó, de azt követően azért napi pluszok és az éjszakai mínuszok is meg fognak szűnni. Reméljük, hogy nem módosítják meg a meteorológusok, és akkor nem lesz akadálya az útépítési munkálatoknak, tehát december 11-ével vonulnának fel a finisherekkel, és hát igazániból az nagyon gyorsan működik az aszfaltozásot. 5 km per órás sebességgel megy az a finisher, úgyhogy ha itt van az aszfalt, akkor pillanatok alatt lehúzzák. Közterületünket is mindig igyekszünk szépíteni, és ünnepeknek megfelelő hangulatot varázsolni. Köszönöm szépen ebben is a sok segítségét mindenkinek, és a lakóknak is, akik ebbe partnerek, és a saját házuk, portáljuk előtt is szépítik a közterületet, és tisztítenek. Rendezvényeinkre is sor került, így évben haladva a téltemetés, a májusfa állítás, majd annak a kitáncolása, a falunapi rendezvény, ami most a hegysúriak részvételével még nagyobb létszámban valósulhatott meg. Öröm, hogy jó idő volt, sokan voltunk, és jól érezhettük magunkat, kicsik-nagyok egyaránt talán. A búcsúi rendezvény, ahol a karszallagos megoldásunk úgy gondolom, hogy egyre jobban elterjed, és egyre több nem helyit is látunk ezen a rendezvényen, aminek örülünk, mert így fenntartható ez az 1000 forintos karszallagos program. A születi felvonulás, ahol mondhatom, hogy talán a környékön nincs ekkora lovas felvonulás, mint nálunk. Köszönet a lovasoknak, akik eljönnek és megtisztelnek bennünket azzal, hogy felvonulnak súron. Igyekszünk mi is megfelelő módon vendégül látni őket, hogy ne ijesen menjenek azzal, és jövőre is visszajöjjenek. A hegysúri vendégeink, testvértelepülés lakosság és a polgármester kolléga Gújber László. Adventi gyertyagyújtás, ugye az első gyertyagyújtásra most hétvégén kerülhet sor az idei évben, ezek még a tavalyi fényképek. És hát az elismeréseink a sok végzett munkáért, amelynek az okleveleit itt szeretném is majd körbeadni, vagy megtekinthető, hogy itt a Virágos Magyarország oklevele, majd a Territorial díj a Települési Önkormányzatok Szövetségétől. Azért is örülök ezeknek, mert ezek igazániból szakmai díjak, tehát szakmai zsűri ítélte ezeket oda. És hát a közfoglalkoztatási programunk az idei évben, hogyha a fluktuációt is nézzük, akkor 50 főt meghaladó közfoglalkoztatotti létszámot biztosítottunk munkalehetőséget, és hát ebbe a miniszteri elismerésbe pedig 7 millió forintos jutalom is jártam, mert ezt a Fiat Ducato teherautót tudtuk megvásárolni, december hónapban kerül leszállításra. És hát köszönöm az idei évi együttműködést mindenkinek, amit, ahogy a vadlibák esetében is mondtam, folytatunk és repülünk tövőre 2018-ban. Így jövőre nézve a terveink. Hát konkrétumokat nehéz megfogalmazni, mert
Szegény önkormányzat révén mindig elmondom, hogy döntően a pályázati lehetőségek azok, amelyek a fejlesztési lehetőségeket meghatározzák. De amit már biztosan tudunk és bejelenthető, az az, hogy Európai Uniós program keretében egy 50 millió forintos támogatást nyertünk el az óvoda tetőterének beépítésére, ahol tornaszoba kerül kialakításra, valamint az udvari játékok fejlesztésére is sor kerül. Jövő évben megkezdődhet a kivitelezési munka. Az Árpád utca helyreállítására 43 millió 200 ezer forintot fordíthatunk a jövő évben. Múlt héten érkezett a jó hír a pályázat pozitív elbírálásáról. Itt a csapadékvíz elvezetés megoldására és az útburkolat helyreállítására nyertünk támogatást, tehát a Kossuth utcai kereszteződéstől az utca végéig új aszfalt szőnyeget kap az út. A kistelepülési pályázati alap keretében 1,6 millió forintos támogatást nyertünk a Kossuth utca páratlan oldalának járda felújítására. És ugyan pályázati forrás nem áll rendelkezésünkre, de ahogy említettem már, a Balaton-Almádi nyaraló építési munkáit is szeretnénk befejezni, és üzembe állítani a nyaralót a jövő évben. Hát ha nem is teljes pompájában, ez alatt azt értem, hogy a külső hőszigetelés, ha elmarad, attól még lehet használni az épületet, mert belülről elvég elkészült a teljes felújítás, de van benne a katolikus egyházközségnek egy pályázati kérelme, amiből december hónapban remélünk döntést, és ha ott arra sikeres elbírálást kapunk, akkor még a tavaszi időszakban a hőszigetelését is elvégezhetjük a nyaraló épületének. De akadálya nem lehet, majd mondom, annak, hogyha nem nyer a pályázat a használatát a jövő évben, már tudjuk mind az iskolának, mint a helyi lakosság körében is hirdetni. Közfoglalkoztatási program keretében a település üzemeltetési munkálatok mellett járda felújításokat és a külterületi utak rendbetételének folytatását tervezzük elvégezni. Tudom, hogy van még belterületi út is, amit jó lenne felújítani, de azt közfoglalkoztatóti programból nem tudjuk megvalósítani. A munkásokhoz is igazodva a feladatokat, így a járdafelújítások és mondom, a külterületi utaknak a rendbetételét folytatnánk. Távlati céljaink, amiket most egyébként mondtam, ezeket jövő évben ígérni tudom, amit nem tudok ígérni, de amiért dolgozunk, hogy feljöjjön a településen és megvalósuljon. Talán a legnagyobb vágyunk egy tornaterem, ami most a soron következik az eddig megvalósult fejlesztéseknél, hogy talán ez lenne a következő, hogy ez elkészülhessen. Így felszabadulna ugye a művelődési házunk is, és tényleg kulturális funkciója lenne, nem ez az összvér megoldás, hogy izzadunk és ünnepelünk is ugyanazon a teremben. A régi evangélikus iskolának a felújítását szeretnénk megvalósítani, erre is már több pályázatot néztünk, eredmény még nincs a pályázatok során. Itt egy új funkcióval való megtöltés is, hozzáírtam az előterjesztés anyagába. Hát nyilván itt a pályázati lehetőséghez kell majd alkalmazkodnunk, hogy mibe kapunk részt. Elgondolásunk az van, jó lenne akár turista szállóként is működtetni, megtartva mellette az informatikai terem funkciót, de akár egy kisebb kultúrháznak, ahol szakköri helyiségeket lehetne kialakítani az ifjúságnak, az idősebb korosztálynak, vagy akár egy súron alakuló zenekarnak, vagy bármilyennek, amit én még nem is tudok, de amire igény lenne a közösség szerveződése során, akkor lenne ott egy helyiség. Illetve hát az iskolával is beszélgettünk arról, hogy akár a gyerekeknek egy olyan szakkört, ahol idézőjelben háziasszony képző, ahol tudnának a gyerekek egy kis teakonyhában készíteni mindenféle kis finomságot, hogy amikor elkerül, akkor kollégiumban mondjuk egy rántottát meg tudjon csinálni magának az elkerülő. Majd a fiúk aztán majd megehetnek, meg ott barkácsolnak, tehát egy igazániból az épület adottsága, úgy gondolom, hogy rendelkezésre állnak egy ilyen célra is. Kifelejtettem az idejévi fejlesztéseből, ugye nem fejlesztés, de esemény, az Árpád utca 5 szám alatti ingatlant az önkormányzat megvásárolta. Múlt hónapban megérkezett a tulajdoni bejegyzés is, ez a katolikus templom mellett lévő épület, volt egyházi épület. Hát ezt az épületet is szeretnénk felújítani, itt is várjuk a pályázati lehetőséget, nem biztos, hogy jövőre ott már hozzálátunk a munkálatokhoz, de várjuk a pályázatot, és ha van rendelkezésre álló forrás, akkor ott is egy
funkciót lehetne találni. Amit említettem itt az evangélikus iskola épületében, lehetne akár ott is ugyanennek megfelelően kialakítani, de hát mellette ugye a Magas utcában szeretnénk egy mezítlábas parkot is elkészíteni, ahol a turisták számára akár sátorozási lehetőség is adott lenne. Nyilván amellett, hogy valaki kerékpáros, bakancsos turistaként érkezik a településre, számára szükséges a tisztálkodási lehetőségnek a biztosítása, így ebben az épületben egy kempingezés részére egy zuhanyzó, egy illemhelyiség kerületnek kialakításra, amit használható, és mellette olyan közpark, amit a teljes lakosság is használhatna, és onnan a legszebb fekvésű település panorámáját is, nem véletlenül Magas utca, mert az egyik legszebb kilátású utca a településen, csak hát ugye építési engedélyt nem lehet rá kiadni. Tehát a Balaton-Almádi nyaraló épületének folytatását említettem, hőszigetelési munkák elvégzésével, a belterületi útnak, a útjainak a felújítása, Dankó, Béke, Táncsics, Széchenyi, Zenedomb és Hársfa, mindet sikerült felsorolnom, a Csatkait kihagytam, annak sem ártana, de még az a legjobb állapotú, az imént felsoroltak, amelyek már szint tényleg megint kezdenek háborús övezetre emlékeztetni, hogyha valaki arra jár. Magas utcában szabadidőpark, kemping kialakítása, a nemzetközi kerékpárútvonalhoz történő csatlakozásért küzdök most már egy fél éve éven, rengeteg levelet írtam, ahol a Győr-Székesfehérvár kerékpáros túraútvonalat javaslom, és a illetékes szerveknek, hogy érdemes lenne Súr település felé hozni, hiszen mégiscsak Magyarország legszebb fekvésű települése, meg hát mellette itt alacsony forgalmutak vannak, vannak olyan látnivalók a településen, készülünk ugye itt a Magas utcai kempingparkkal, innen már Mortól Székesfehérvárig járható út van, ennek a programnak a keretében meg akár jaj, de jó lenne megcsinálni Mór Nagyveleg irány, Súr Nagyveleg irányába is az utat, és onnan már szintén kerékpáros túrával járható az útvonal. És hát távlati cél, hogy itt akár a új építéseknél, itt az előbb napirendi pontnál felmerült, akár egy új építési telkeknek az a nyitása, hát ennek is vizsgáljuk a lehetőségét, hogy hogyan, merre felé lehetne új utcát nyitni a településen, hiszen önkormányzati ingatlanok, építési telkek már nincsenek, amelyeket értékesíteni tudnánk, és hát a bejövő érdeklődések pedig az önkormányzat felé azt mutatják, hogy inkább üres telket keresnek az érdeklődők, mint meglévő ingatlant. Talán érthető ennek az oka, és ezt nem kell magyarázni, ezért indokolt lenne a település fejlődése szempontjából egy új utcát is nyitni. Nyilván ennek rengeteg akadálya vagy feltétele van, ha így mondom, ugye közművek kiépítése és kiépíthetőségét is itt számba kell venni, de polgármesterként akár a katasztrófavédelmi feladatokat nézem, akkor arra is tekintettel kell lenni, hogy ne olyan utcát nyissunk, amit utána pedig a belvíz fog elönteni. Tehát számos kérdést veszeget ez. És hát a sok felsorolt fejlesztési célok mellett a egyik legfontosabb a további együttműködés folytatása a helyi vállalkozásokkal, civil szervezetekkel, az egyházakkal és lakóközösségünk minden tagjával. Kedves súriak! A falugyűlést a Varlutak csapatmunkájának pozitív példájával kezdtem. Befejezésül szintén a csapatmunka fontosságáról szeretnék megosztani egy tanulságos történetet, tanmesét, amely a témát a pessimista oldaláról közelíti meg, de a lényeg így is ugyanaz, az együttműködés fontossága. A csapatmunka. Egyszer volt, hol nem volt. Volt egyszer négy ember, név szerint. Mindenki, valaki, bárki és senki. Egy szép napon szóltak mindenkinek, hogy akadt egy fontos munka, sürgősen meg kell csinálni. Mindenki biztos volt benne, hogy valaki megcsinálja. Bárki megcsinálhatta volna, viszont senki se csinálta meg. Valaki dühös lett emiatt, mivel az mindenki dolga lett volna. Mindenki pedig úgy gondolta, hogy bárki megcsinálhatná, és senki nem vette észre, hogy mindenki kerüli a munkát. Végül valaki lett, aki mindenki okolt, amiért senki nem csinálta meg azt, amit bárki megtehetett volna. De mi súriak vagyunk valakik, nem senkik vagyunk, ezért mi mindenki helyett is megcsináljuk a munkát, és együttműködünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Várom
kérdéseiket, véleményeiket és hozzászólásaikat. Ha nem, akkor, ahogy lenni szokott, a Kábel TV-től elköszönünk, és utána szokott inkább lenni. Téma. Ezt csak azért teszem, hogy legyen, nem kell még egyszer megnézni, mert hosszú. Köszönöm a jelenlétet, és hogy eljöttek.